Köszöntök mindenkit, én Uno vagyok, és ez pedig itt a RimWorld, azon belül is a Hell Desert Challenge-nek a következő epizódja. És remélem ez a mostani rész már abszolút kereskedőmentességről fog tanúbizonyságot adni nekünk. És az első dolgunk az lesz, amire kedves Kikó barátunk hívta fel a figyelmünket így a komment szekcióban, hogy ez a nyomorult, aki itt lezuhant, név szerint Gerador Grant, ennek a cuccai között vannak hiperszövett ruhák, amik nagyon-nagyon értékesek, hogyha jobban megnézzük az információra rákattintva, 915 ezüstöt kapnék elméletileg a hiperszövet kabátért. Na most az általában feleződni, valamint utána fokozatosan egyre kevesebbet kapunk érte, feleződni fog, de ez a 915 ezüst azt mondom, hogy eléggé jó, hogy Nicket így elugrasszam érte. Úgyhogy levetkőztetésre elküldjük ide szépen Nicket, és utána a holmiait a lehető leggyorsabban megpróbáljuk a drága kis kolóniánkba elszállítani. Nagyon remélem, hogy ez a rész nem a kereskedő hajóknak az érkezésétől lesz érdekes, úgyhogy nem viselni, hanem cipelni fogjuk a kabátot. Tehát, lássuk, hogy mi történik a mostani részben. Úgy néz ki, hogy ez a rész mégsem kereskedők érkezésével fog kezdődni, hanem egy rajtaütéssel, hölgyeim és uraim. Méghozzá a Deadbeat Crew egy csoportja, akik kalózók érkeznek a közelembe, és azonnal támadni fognak. Vigyázz, szokatlanul okos taktikával dolgoznak. Húha! Oké, lássuk, kik vagytok. Aha, vannak ketten. Oké, akkor lássuk, hogy kik vagytok, csak egyet kell kinyírjak. Molotov koktél. Megaszlott Wool Western kabát kiváló, az igen! Téged meg kell, hogy öljenek. A másik pedig egy szövet téli kabát. Téli kabát, érted? Téli kabát. Na jó. Mit ad? Hideg ellen mínusz 40 fok, hát ez nagyon jó. És nem erre a területre, barátom. Dupla Molotov koktél. Ögyen meg, megölöm mind a kettőt. Ez kell. Ed. Edre szüksége. Ja, itt a többi. Könnyűgép puska. Oké, ez már problémásabb. Sörétes puska, ez kevésbé problémás. Légkondit akarja megtámadni. Légkondit. Napelemet. És a fa ajtót. Lássuk rajtatok, mi van, gyerekek. Szövet, ing, szövet, nadrág, te meg fogsz gyulladni, te is. Egyedül ő az, aki életképes. De ez a megaszlott Wool Western kabát, ezt kell. Ez a legértékesebb és legfontosabb cucc. Ez itt. Hiába 490 az értéke, a meleg ellen plusz 51 fokos tolerancia határt ad nekünk. Na, Nick, hol vagy? Mennyire vagy messze? Hol vannak ezek a tetvek? Oké. Akkor azt hiszem, hogy valahol itt fogom megütközni velük, és rákényszerítem Mattet is, hogy harcoljon. Úgyhogy gyere, barátom! Vonuljunk át ide, és azonnal támadok, tehát semmilyen felkészülési időm nincs. Ő a potenciális ellenfél. Ő neki van a legnagyobb tűzereje, ugyanis 25,9-es hatótávjával, 6-os sorozattal és 8-as sebzéssel elég kellemetlen tud lenni, viszont 20% eséllyel talál el. Tehát kicsivel több, mint egy golyó eltalál, hogyha esetleg csak a szerencsém múlik. Na de, ezek szét akarják verni a bázisomat. Ezt én természetesen nem fogom hagyni. Úgyhogy Matt, gyere ide. Besoroznak. Használ a gépkarabét. Tudom, hogy közelharcos, és lesz egy kis morális zuhanása. Ugyanis a karakternél itt van, hogy közelharcos. Közelharci sebzése és pontossága jóval nagyobb. Ugye a 9-es a közelharca. Viszont muszáj vagyok távolsági fegyvert adni a kezébe, mert egyedül Matt az orvosom. Igen, gyógyítása 5-ös. Nem akarom közelharcba keverni, amíg egy jobb képességű dokit nem sikerül valahonnan szerválnom. Na lássuk, hogy miből élünk. Hol mi? A gépkarabénak a 31-es távolsága van, tehát jobb elérhetős elérésünk van, mint ennek a cuccnak, a könnyű géppuskának. A felkészülési ideje, tűzkész állapot 1,4 másodperc, a miénknek pedig 0,9, tehát jobb fegyverünk van. Technikailag jobb fegyverünk van. Most meglátjuk, hogy ez hogy fog kiütközni. Igen, gyere ide, barátom. Nick, gyere kicsit feljebb. És arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan tudnánk tüzet nyitni rájuk. Aha, lehet, hogy megvárjuk, amíg közelebb jönnek.
És eddig... Oké, egyet megsebeztünk. Arrébb jövünk. Arrébb jövünk, mert ezek támadni fognak. A légkondit támadják meg, a légkondit, úgyhogy eljövünk ide, szerintem ezt vagy ezt a kettőt akarják itt megtámadni. Oké, itt kinézünk az ajtón. És akkor szépen szakaszolva fogjuk ezt a harcot megvívni. Oké. Még egy találat. Az dobta? Nem, az csak megkarcolta, én lőttem meg. Jó, akkor medd szépen vissza. Áááá, az úgy nem jó! És el fog találni. Nem talál el. Oké. Hú, ez viszont nehéz. Oké, az ott meg van sebződve. Lássuk, hogy áll az egészsége. Törzs, első eset. Jó, az nem fog tudni minket meglőni. 93%-on van a légkondi, 97 a másik. És remélem, hogy befejezi ezt a dobálást. Őt el kell kapnom. Ő van a legtávolabb, az a baj a legelérhetetlenebb az emberek között. Menj már arrébb. Ne dobáld már azt a szutykot. Te meg takarodj innen. Támadja az akkumulátort, az nem jó. Annak nagyon-nagyon nem örülünk. Úgyhogy szerintem ide jövünk. Nem akarod nagyon hátra menni. A fa miatt nincsen jó helyem. Oké, egy mínusz. Egy ember mínusz. 76%-on van. 76%. Megpróbálunk találatot bevinni. Fejlövés. Oké, ott kitértünk. Találat. Megint találat. Ki kell mozognunk mindenképpen. Ki szét fog égni az egész kolóniánk. Ezt elveszítjük, ezt az akkumulátort. Gyere be, ez az. Igen, azt elvesztettük. Ott viszont mellénk dobtak. Na, a tüzet olcs, barátom. Oké, jó. Most elkezdtek rohanni. Következő lesz a stratégia. Erre mennek, jobbra mennek. Elkapom őket. Nikkel elkapom őket. Sőt, még szerintem egy vékony sort leosztok. Ez az, fejlövés. Ő mindenféleképpen kell. Gyerünk, Nick. Te vagy a fogadóbizottság. Matt, te takarodjál be. Nem. Ami kigyulladt, azt el kell oltanunk. Ami kigyulladt, azt el kell mindenféleképpen oltanunk, úgyhogy muszáj vagyok kiterelni a külső területekre. Körzetek. Körzet 1-es. Igen, ott tűz van. Ott is tűz van. Itt is tűz van. Meg ott is tűz van. Utána majd szépen változtatok ezen. A kabátja kell. Gyerünk. Nagyon szép. Oké. Holmi. És levetkőztetjük. Gyerünk. Matt. Gyere ide. Halott embernek a kabátja lesz rajtad, nem érdekel. Oké. Viseld a kabátot. És tüzet taposunk el. Nagyon jó. Áj, elveszítettünk egy napelemet. És azt nem kellene megint elveszíteni, mert nagyon-nagyon háttérbe fogunk kerülni. Nem ott. Nem ott, Nick. Itt. Oké. Nem tud tüzet oltani? Oké. Aha. Ez minek a hangja? Valami fel fog robbanni. Remek. Nagyon jó. Nagyon szuper. 18%-on van, ez pedig 40%-on. Oltsuk el azt. Igen, oda ment, rohadt meleg lesz. Gyerünk. 25%. Azt is tapossuk el. A kőfaragó azt a tevé... Oh! Az igen! Jéz! Mi ez? Rohadékját! Minden energiaforrást elvesztettünk! Mindent!
Ááá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 
Jó, hogy megmaradt két akkumulátorunk. Oké. Első dolog, semmi baj, kvarclámpát szépen lekapcsoljuk. Matt, légy szíves. Nem fog beterjedni a tűz, mert a kő az nem fog kigyulladni. Egyedül ez az egy fa az, ami idegesít. Oké, haver, menjél, olcsad a tüzet. Olcsad. Oké, be kell zárnom most már ezeket a napelemeket is. Körbe kell vennem fallal. Jó, legalább javítunk. És éljen az eső! Pantjókor! A büdös nagy helyzet az, hölgyeim és uraim, hogy kettő akkumulátort, fullos akkumulátort vesztettem el, az összes energiatermelő eszközömet elvesztettem, és erős összeomlás veszélye petreg itt a kolonistám. Ami inkább már fölfelé ívelő tendencia, de lekapcsolok mindent, amire nincsen szükségem. Erre most nincsen szükségem, úgyhogy lekapcsolom szépen ezt. Kapcsoljuk át. Mi eszik még energiát? Ez eszik még. Ezt is lekapcsoljuk. Ja, tiltott területen van. Oké, körzetek. Egyes körzet. Igen, ezt így nem vettem bele. Valószínűleg azért nem tudtam használni így a kommunikációs konzolt. Ezt is lekapcsoljuk. Valamint ezt is lekapcsoljuk. Ez a 40 energia is sok. De most már van egy kabátunk. Úgyhogy az energiát elég jó tempóba veszítjük. És pontosan ilyen pekünk van, hogy... Ja? Nem is kapcsolódik! Szuper! Hihetetlen. Készítsd azt a kábelt. Gyerünk. Sikertelen. Azt ne fekszik aludni, ne feküdjél le aludni! Meg fogsz gyulladni, nincs energia. Kit ébresszek fel? Melyiket? Matt! Ne legyél már hülye! Építés! Légy szép! Oké? Akkor lassítsunk! Nyugalom, semmi baj! Felépítjük! Ezt is! És öt is! És őt is! Jó! Most már 20-at a francba! 455 watttal dolgozunk, és folyamatosan veszítjük az energiát, hogyha nappal lesz, sem biztosított az energiánk, úgyhogy egy napot el kell töltenünk így pokoli hőségben szerintem. Ha csak nem, kapcsol SPM fokozatra ez a szélerőmű. De valószínűleg ide csinálok egy blokkot, ahol az energiát fogom összekotorni magamnak, és körbeveszem pallal. Valószínűleg rá fogok térni a homokkőre, mert elég sok márványt elhasználtam itt a környezetbe. Hú, gyerekek, elég nagy a kupi. Az az igazság. Ez is legyen elérhető. Lássuk, hogy mi van az embereknél. Jávor szarvas, intéri kabát, nadrág, sapka. Nem. Megasztott wool nadrág. Hideg ellen véd. Oké, meleg ellen nem. Furcsa módon, hogy western kalapba senki nem érkezik. De odakint szerencsére csak 71 fok van. Bent egészen meleg, és lassan el is veszítjük az összes energiát. Remélem rohadt gyorsan kialusszátok magatokat. Nagyon-nagyon remélem. És hogy valójában mennyire gonosz is ez a játék. Azt semmi sem bizonyítja jobban, hölgyeim és uraim, mint amikor az eltöltött 27. napon egy év sem telt el. Kapunk egy ilyen üzenetet. Egy távoli vegyi tűz mérgező felhőt bocsájtott az egész régió fölé. Minden ember vagy állat, aki nincs tető alatt, lassan megbetegszik az atmoszférából lecsapódó mérgező portól. Pár napig, biztos, de akár egy hónapig is eltarthat, mi az Istenért kell ilyet kapni ezek után? Elmondom, hogy valójában mi fog történni. Az fog történni, hogy ez a szutyok hullik lefele folyamatosan az égből. Tehát a kolonistáim nem nagyon mászkálhatnak a külterületen, így kedvük szerint.
amiből kifolyólag nem tudok vasat behozni, nem tudok bányászni, és nem tudok semmit sem csinálni annak érdekében, hogy egy mérgező csapadékkal kapcsolatban védekezni tudjak. Kedves játékkészítő, kedves Szilveszter, azt javaslom neked, hogy ne legyél ekkora péló, és csináljál a játékba egy olyan kabátot, amit fel tudok venni akkor, ha mérgező ez a nyomorult csapadék! Felbasz! Kár volt leülni megcsinálni ezt a rés, srácok! Nem volt kár, mert izgalmas. Tökre baszták a munkámat! Kegyetlen játék. De hát, senki nem mondta, hogy egyszerű lesz. Na csak bjunk be a mérgező csapadékba. Hölgyeim és uraim, van egy ötletem. Alapvetően ugye az a problémám, hogy ha kiviszem a kolonistáimat, akkor nem lesznek tető alatt. Viszont, ha le van fedve egy körzet tetővel, akkor ez a nyomorult eső, hulló por, ez nem fog ránk zuhanni. Tehát, a stratégiám a következő. Szeretném fedett területté tenni mondjuk így ezt a régiót itt. És remélem, hogy Nikkora fog vánszorogni. Patkó dobálosat játszik, hát persze. És elfogyott az energiám! Szuper, oké. Okay. Időben láttam. 5 óra van, megy fel az energiám, úgyhogy mindjárt újra termeljük. Figyelnünk kell nagyon a kvarc lámpa per az élelmiszernek a mennyiségére. Kapcsold le. Oké, okay, akkor dobáljad. Akkor rápörgünk egy kicsit. Lekapcsolja, és... lefettük ezt a területet. És nekem az az elméletem, hogy fogok fát. Építmények, márvány, fal. Fal. Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eddig vagyunk lefedve. És 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kockányira építünk ide egy fafalat. És már le tudjuk fenni tetővel. És a körzeteknél, nem, ezt a szakaszt a továbbiakban egészen eddig el fogjuk húzni, eddig fogom kérni azt, hogy tetővel fedjék le ezt a területet. Következő az elméletem. Ezekkel a pillérekkel végigrakom az útvonalat, ezáltal a bányászott területhez semmilyen ponton nem kell közelítsek, annak érdekében, hogyha el akarok oda jutni, és nekem egy körzetet itt alkotnom kell. Körzetek kezelése, új körzet, körzet 2-es, átnevezzük méghozzá annak, hogy bányász. Oké. A bányász körzet. Mi is legyen valójában a bányász körzet? A bányász körzet foglalja magába a kolóniánkat teljes testterjedelemmel. Minden egyes eszközünket. Ugyanúgy itt ezt a raktárhelyiséget is. Minden belterületi részlegünket. Ez azért lesz nagyon fontos, mert így nem kell külön átállítanom, hogy a kolonistáim a belterületen is tudjanak normálisan mozogni. Így, a raktárterületet is használhatjuk. Ugyanúgy a folyosónkat is, ugyanúgy a növénytermesztő szekciónkat, mindent. Így inni. Jó. Plusz, lesz itt egy sáv. Egy hármas sáv. Amit egészen elviszek ide a bányász területhez. És itt egy kockányival nagyjából egy ilyen zónát kialakítok. Hogyha bányászni akar a kolonistám, akkor ezt a területet használja. A mozgástere az egyedül csak ennyi legyen. És mivel most szélcsend van, idézőjelbe zárva, nincsen semmilyen kalóz, és semmi nem akarja elpusztítani a kolóniámat úgy, hogy az energiatermelő eszközeimet széjjel verik. Ezért szépen kiadom Nicknek ezt a nagyszerű feladatot, hogy ebbe a bányász körzetbe maradjon. És ezen belül dolgozzon. Lehet, hogy ki kellene egészítenem a bányász körzetet, mondjuk ameddig van tető, így az ötösre. Igen. Szuper. Nagyszerű. Na, Nick, lássuk, hogy mit csinálsz. Tetőt fed, nagyszerű. Oké, akkor pakoljuk le a következő építményünket. Egy, kettő, három, négy, öt, hat. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét. Csináld ezt, barátom, megcsináljuk ezt az ereszt.
4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Azt is. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. És lehet, hogy ez az utolsó. Tihen, oké. Jó, hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit tudunk kihozni ebből a helyzetből. Épp azon gondolkoztam, hölgyeim és uraim, hogy egy idő után el fog fogyni az alkatrész, plusz még a vas is. Szerencsére a játék, amilyen kegyetlen volt velünk, jelezném itt, plusz még ez a mérgező eső, annyira kegyes a mostani lépésénél, ugyanis 3 darab űrhajó darab zuhant le. Ez nagyon jó, mert így rengeteg alkatrészsel tudunk gazdagodni, és az egyik kolonistámnak a testi épségét, név szerint Nikkét fogom kockára tenni annak érdekében, hogy megszerezzem ezeket az alkatrészeket, és még több energiát próbálj meg termelni ezekből a naperőművekből, illetve szélerőművekből. Csak egy rajtaütés, azonnal támadnak. Mehanoid, kaptál egy csoportja! Miért? Még egy kaszás. A fajtót fogja megtámadni. Jó, oké. Semmi baj? Semmi gond. Nincs semmi gond. Itt van egy fajtó. Ez valószínűleg az fogja megtámadni. Srácok, bocsássatok meg, Matt. Harcba. Használd ezt, Nick. Harcba. Gyere ide. Mivel Matt a rosszabb lövő, ezért ő marad itt. Megpróbáljuk kikerülni mindenféleképpen a mehanoidnak a... itt van a szemét. A kérdés csak az, hogy melyik ajtóhoz megy. Mérgező por nagy része kitisztult a levegőből! Ez az! Legalább valami jó is történik. Gyere ide, haver! Matt, készülj fel! Készülj fel a harcra. Oké, talán. Nagyszerű. Mozdulj! Mozdulj! Menj arrébb, haver! Menj arrébb! Nincs ott semmi! Nincs ott semmi külön... Az anyára! Ne találjon el! 45%-on van 3 ütésből! Oké? Gyerünk, 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 Nick! Célod, 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 célod! Lőj mellé! Az anyára! Oké. Semmi gond! Mit lőttünk el? Törzs, gerinc! Ááá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 
Hát, gondoltam, hogy mettel nem fogjuk eltalálni. Csak sunyin. Csak sunyin! Gyere vissza, 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 vissza! Be! Menj onnan, Matt! Ez az! Menj be! Hú! Oké! Menj oda! Gyere, mászkáljál! Tarts ki, Nick! Tarts ki! Tarts ki, te kaszás, te meg takar... Hova jössz? Ááá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 
Márvány patkó játékot megtámadja. Ez az! Hú! Hú! Mentsük meg gyorsan Nicket. Utána csinálnunk kell valamit, mert szétrohadnak a növényeink. Gyerünk, gyerünk, Nick! Tarts ki! Tarts ki, barátom! Gyerünk, Matt! Pörögjünk most már fel, rohadék kaszás! Hoppá! Félre kattintottam. Mit? Nem! Az ellátását! Gyerünk, haver! Tudom, hogy erős összeomlás veszély van Nicknek, volt azért már jobb napja is. 93%! Az nagyon-nagyon jó! És 75%, az is nagyon jó. Oké, okay. Szuper, jó. Stabilak vagyunk, hőmérséklet. És légkondicionáló. Gyerünk, Matt. Ellátjuk Nicket. Nagyszerű, te is kajálsz. Méghozzá nagyon. Jó. Oké, okay. És egyetmán. És mit csinálsz? Márvány patkó... Megjavítja... Nem. Tiltott területen van, ez az.
Hihetetlen. Körzet 1, ez is legyen. Gyeri, Matt. És ezzel a légkonni készítésével köszönöm meg mindenkinek a figyelmet, örülök, hogy velem tartottatok. Hát jóval nagyobb izgalmakkal találkoztunk a mostani részben, mint az előzőekben. Ez persze közrejátszik azzal, hogy kikapcsoltam ezt a kommunikációs konzolt, és nem igazán volt kontaktom így a külvilággal. Hú, nagyon sok minden történt, rengeteg mindennel lettünk előrébb, és talán egy picit hátrébb is. Tekintve arra, hogy széjjel verték itt az egész energiatermelésünket. És megpróbálták szabotálni a létünket, de hát nem sikerült a rohadékunknak, még ennek a kaszásnak sem. Úgyhogy, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, én Uno voltam, és találkozunk legközelebb is. Szevasztok!